Borzi Vivien fotóssal a modellkedésről, a csillogásról és ennek esetleges árnyoldalairól is beszélgetünk, illetve arról, hogy a gyerekeket mennyire kapja el a gépszíj néha, és mennyire szippanthatja be őket ez a világ. Ja, jó reggelt! Szia. Jó reggelt, sziasztok! Szerintem inkább a szülőket kapja el a gépszíj, nem a gyerekeket. Szerintem ez a legnagyobb hátulütője az egésznek, hogy általában a szülő szeretne szerepelni, ő szeretne igazából kibontakozni ebbe a világba, és a gyerekeket használja fel erre, hogy rajtuk keresztül ő kiteljesedhessen. És mondjuk te mondjuk fotósként, ha ilyet látsz, akkor elő tudod venni a kedves oldaladat, vagy úgy akkor azért néha mondjuk hangot adsz ennek. Tehát kell nevelni a szülőket, kell mondjuk őket egy picit finoman irányítani, hogy nem biztos, hogy mondjuk a gyermeknek erre mondjuk szüksége van. Szerintem azért ez egy pszichológus feladata, hogy nevelje a szülőket, nem az enyém. Alapvetően el lehet, hogyha megkérdezik, akkor el lehet mondani, hogy szerintem kell-e a gyereket hurcibálni mindenféle castingokra. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy nem. De azért itt is különbséget kell tenni, mert van olyan gyerek, aki ezt igényli, vagy van olyan gyerek, aki ezt szereti, és ő kéri a szülőtől, ez egyébként a kisebb százalék szerintem, meg van olyan szülő, aki hát azt mondom, hogy görcsösen, erőszakosan viszi őket. Most szándékosan nem hoznék más példát, mondjuk nekem mondjuk a Sargokat eszembe jutott, hogy például, hogyha a Katával elmegy a lánya fotózásokra, és mondjuk abban nő fel, úgymond egy gyermek, látja, hogy az édesanyja mondjuk fotózásokra jár, vagy a mi esetünkben például a Pamela nálunk, például a Natika 3 évesen úgy pózol, mint az édesanyja, holott sosem kértük tőle, hanem jól érzi magát egy gyermekfotózáson, vagy közös fotózáson, és megpróbál az édesanyjához hasonlítani. Ebben látsz valami kivetni valót, hogy van benne valami negatív? Kaza erre egyébként egy pozitív példa szerintem, mert hogy ő az a típus, aki, hogyha látja, hogy a gyereknek ez éppen nyűg, és neki nincsen hozzá kedve, akkor azt mondja, ne haragudjatok, most az én gyerekem nem alkalmas arra, hogy közös fotózást tartsunk, fotózzuk akkor inkább a kutyákat, mert azoknak nem teher, de a gyerekeket hagyjuk ki. Jó, hát szerintem ez a normális hozzáállás. Csak ez lehet a normális hozzáállás, mondjuk nálunk ez a másik véglet. Nálunk a két fiút azt konkrétan le kell fizetni, hogy egy évben egyszer kamera elé álljanak, bár én nem szeretem őket mutogatni, és nagyon ritkán teszem, de hogyha az a kevés alkalom egyike van, akkor is meg kell őket venni valami extra Xboxozással, vagy valamivel, mert egyébként megőrülnek az ilyen fotózásoktól. De van-e olyan, hogy valamilyen szülő esetleg konkrétan azzal kopogtat, hogy neki pedig kell egy portfólió a gyerekről, és látod, hogy a gyereknek semmi kedve hozzá, és mégis meg kell csinálni. Ilyenkor inkább azt szoktam mondani, hogy ez legyen egy közös program a szülővel, mert hogy alapvetően, hogyha a gyerek azt érzi, hogy együtt, ez egy játék mondjuk, szóval hogy ilyen játékos formában tesszük az egészet, és nem az van, hogy ő neki ez egy munka, és neki jól kell kinézni, és neki mosolyognia kell, és viselkednie kell, és ehhez hasonló dolgokat kell ott tennie a fotózáson, hanem mondjuk a szülővel együtt csinálhatja ezt az egészet, akkor általában a gyerekek szeretik ezt. Én nem szoktam erőltetni, meg én azt látom, hogy azért a legtöbb szülő, aki mondjuk hozzám jön, ő elég normális ahhoz, hogyha látja, hogy a gyereknek ez nyűg, akkor nem erőlteti. Akkor inkább azt mondja, hogy gyere, ölelj meg, és hogyha nem látszott 100%-osan és éppen nem mosolyogsz, én akkor is örülök annak a képnek. Ugye te azért köztudottan glamour fotózásokat, divatfotózásokat csinálsz, de mondjuk most így mondjuk a ünnepek előre haladtával van olyan, hogy mondjuk a családok ilyenkor jelentkeznek már november tájékán, hogy csinálj ilyen ünnepi fotózásokat? Hát már általában augusztus tájékán jelentkeznek, úgyhogy nagyon sok ilyen van, de ilyenkor általában azért mindig kikötöm, hogy nem gyerekfotós vagyok, nem ez a cél, hogy gyereket önmagában órákon keresztül fotózzuk, hanem tényleg az, hogy így a szülővel együtt legyen, és egy olyan kép készüljön, aminek mondjuk az egész család örül, amit ki lehet tenni a falra, és tényleg... Ezek kifejezetten ezek a karácsonyi ajándéknak készülnek ezek ez a fotók? Általában egyébként igen. Nosztárokhoz, bármi is. Én úgy látom, hogy szeretik is az emberek, meg hát ilyen nagyon méretekben, akár én nagyon fekete-fehér párti vagyok, szerintem az olyan időtálló és olyan szép, hogyha fekete-fehér képek díszítik az embernek a falát otthon. Egyre milyen, több milyen kép van neked mondjuk otthon? Igen. Neked mondjuk milyen képed van otthon? Én nekem semmilyen. A Schuster cipője mindig lyukas. Igen, valahogy ez nálam kimaradt, de nagyon szeretnék, szóval, hogy én úgy elképzelek egy ilyen óriási falat, mondjuk egy ilyen lépcsőfordulóba, ahol majd egy csomó kép fogja díszíteni a falamat, csak még nincsen lépcsőfordulónk, de hogyha lesz ez az első. De ha lesz lépcsőforduló, akkor ez lesz az első. Hát szerintem fekete-fehér. Olyan, nekem mondjuk az időtállóság a legfontosabb. Rajta? Mi leszünk rajta valószínűleg? Családos. A család, igen. Akkor itt elindul a családtervezés projekt lassan. Mindenféleképpen.
Fotósként egyébként mi van akkor, hogyha mondjuk csak műteremben tudnál fotózni, de mondjuk valaki azt mondja, szeretné a szabadban. A szabadban nektek sokkal nehezebb olyan fényeket csinálni vagy generálni, hogy mondjuk a minőség is megmaradhasson? Én sokkal jobban szeretek szabadban dolgozni. Vannak olyan fotósok szerintem, akik inkább ilyen műterem orientáltak, de én inkább ilyen szabadban fotózós vagyok, úgyhogy nekem mondjuk ezek a téli hónapok nem a kedvenceim. Mert de vagy, miért? Igen, egyrésztről fázunk, másrésztről azért nagy kabátba fotózni egy családot nem olyan, mint hogyha mondjuk pólóba, farmerba tudod fotózni őket a szabadban. Úgyhogy a fények sem ez... megfelelőek télen, vagy azokkal nincsen gond, csak a hideggel? Megoldhatóak, de mondjuk azért a nyári, az őszi, a tavaszi fények sokkal szebbek, mint mondjuk a téliek. Hát, hogyha belegondoltok, nincsen kékig, úgyhogy már ez is eléggé nehezíti. De majd most kimegyek, megnézem. Viszont fotósként mi az, ami mondjuk téged még motivál? Hogy milyen olyan munkát szeretnél mondjuk csinálni, amit mondjuk eddig még nem végeztél, és mondjuk szívesen Egy-két évben rá feküdtem nagyon erre a celebfotózásra, és működik is már, mint olyan szempontból, hogy én úgy érzem, hogy szeretnek is velem dolgozni, meg én is szeretek velük dolgozni, és mivel ez így kicsit közelebbi lett számomra, ezért például a családi fotózásokat is szeretem, most már úgy régebben nem szerettem, szóval ez alapvetően egy fotósnak nem az álom feladata, de hogy megtanultam ezzel úgy együtt dolgozni, hogy szerethetővé váljon. A másik pedig mondjuk az esküvő, ami szerintem a legszebb dolog. Hát az igen, mindig. Hát akkor Vivi készülhetsz 2017. július 1-ére, akkor ezt az én esküvőm. Köszönjük szépen, hogy befáradtál és elmesélted nekünk. Köszönjük.